Az engedékeny bevándorlás politika okozza a francia migráns lázadást, erről írt a Le Figaro főszerkesztő helyettese. Folyamatosan próbálnak bejutni Magyarországra a migránsok, csak a hétvégén több mint 800 illegális határátlépést akadályoztak meg a rendőrök. Légi csapást mért az izraeli hadsereg a Jenini menekültáborra, az akcióban legkevesebb 5 palesztin meghalt. Ismét meghirdeti tehetséggondozó programját a közmédia, az ingyenes képzésre augusztus 4-éig lehet jelentkezni. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Már halálos áldozata is van a csaknem egy hete tartó migráns lázadásnak Franciaországban. Vasárnap éjszaka egy 24 éves tűzoltó halt meg szolgálat közben Párizs egyik külvárosában. Egységét egy parkolóhoz riasztották, ahol ismeretlenek több autót is felgyújtottak. Vasárnap éjszaka is folytatódott a rombolás, 45 ezer rendőr volt az utcákon. A Le Figaro nevű tekintélyes francia lap főszerkesztő helyettese azt írta, nem a szegénység, nem a nem létező rendőri erőszak, hanem az engedékeny bevándorlás politika hozza a véres és pusztító francia migráns lázadást. Allah Akbar, Allah a leghatalmasabb, kiabálták a randalírozó fiatalok, mielőtt rátámadtak az ellenük kivezényelt rendőrökre. A Magyar Nemzet több ehhez hasonló közösségi médiában terjedő videót összegyűjtött. Ezeken az látszik, hogy a migráns hátterű fiatalok törnek, zúznak, gyújtogatnak a francia nagyvárosok utcáin. Elviselhetetlen állapotokat teremtett a bevándorlók múlt hét óta tartó lázadása Franciaországban, írja hétfőn megjelent cikkében az Origo. A portál idézi a Le Figaro nevű tekintélyes francia lap főszerkesztő helyettesét, aki azt írta, nem a szegénység, nem a nem létező rendőri erőszak, hanem az engedékeny bevándorlás politika okozza a véres és pusztító francia migráns lázadást. A Párizs melletti Lyle-Rose kisváros polgármesterének otthona ellen indított szombat éjszakai támadás kapcsán a portál úgy fogalmaz, már lincselnek a bevándorlók Franciaországban. A randalírozók egy lopott autóval áttörték a polgármester házának kapuját, majd az udvarban felgyújtották a járművet, amitől az ott parkoló kocsi is kigyulladt. A polgármester nem tartózkodott otthon, épp a városházán volt, mert azt is fenyegették a magukból kivetkőzött fiatalok, de a felesége megsérült, amikor két kiskorú gyermekét próbálta kimenekíteni az ostromlott épületből. Kétség sem férhet ahhoz, hogy fel akarták gyújtani a házat, sőt, amikor meglátták, hogy valaki van odabenn, hiszen felkapcsolódtak a lámpák, ahelyett, hogy megálltak volna, még hevesebbé váltak, és tűz alá vették a házat. Kész őrület volt, mondta a városvezető vasárnap reggel a TF1 televíziónak adott interjúban, hozzátéve, hogy felesége túl van a műtéten. A Lyle-Rose polgármester vasárnap délután már a sajtó képviselőivel járta a várost. Az elmúlt napok pusztítását vették szemügyre. Törött kirakatok, kifosztott üzletek fogadták őket a piac téren. Törnek, zúznak, félelmet és rettegést akarnak bennünk kelteni. Választott képviselőkre támadnak és veszélybe sodorják a köztársaság rendjét, mondja ez a francia nyugdíjas a városháza drótkerítéssel körbevett bejárata előtt. 45 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra vasárnap este, hogy megállítsák az erőszakot, miután az elmúlt napokban már 220 franciaországi város polgármestere jelezte, a rendbontók közintézményekre támadtak, középületeket gyújtottak fel. A zavargások kezdete óta már több mint 3300 ember tartóztattak le a hatóságok. Volt korábban is ilyen típusú lázadás. Régóta érezhető az a feszültség Franciaországban, amely most kitörni látszik, hívta fel a figyelmet Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő az M1-en. A sajtó migráns támadásokról és migráns lázadásokról beszél. Hát itt valójában ez azt is jelenti, hogy ezek az emberek bizonyos értelemben még mindig különállónak érzik magukat a francia társadalomtól, és idegenkednek azoktól a hatalmi szervektől, akik az erőszak monopóliumot képviselik.
Felhívta a figyelmet arra is, a dühöngők épp azokat az intézményeket támadják, amelyeket a francia állam azért emelt, hogy az integrációjukat segítse. A francia államfő hétfőn a Nemzetgyűlés, valamint a Szenátus elnökével tárgyal a helyzet megoldásáról. Emiatt a Németországba tervezett hivatalos látogatását is lemondta. Emmanuel Macron figyelmeztetett, bár hétfőre virradóra az erőszak kissé alábbhagyott, a rendőri készültséget egyelőre nem csökkentik. Az M1-en mától minden hétköznap reggel 8:30-kor élő kapcsolásokon keresztül mutatjuk be az európai migrációs helyzetet. Tudósítóink Európa nagyvárosaiból jelentkeznek, hogy bemutassák, hova vezetett Brüsszel migrációs politikája. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint egyértelműen megbukott a migránsok nyugat-európai integrációja, ezért Brüsszel most azokra a tagállamokra kényszeríteni őket, akik eddig nemet mondtak a migrációra. Migránsok aludtak délelőtt a belgrádi buszpályaudvar melletti parkban, a padokon és a fűben, mindenhol plédek és eldobált szemét. A közel-keleti fiatalok azt mondták, Németországba akarnak menni, mert ott sok a támogatás és könnyű az élet. Tanulni akarok Németországban, és akár még félállásban is dolgoznék, de nincs semmi pénzem sem, mondta egy migráns. A helyiek, ha tehetik, elkerülik a környéket, mert szerintük lassan egy gettóra hasonlít, erről beszélt az M1 tudósítója. Pető Attila szerint feszült a helyzet, a migránsok sokszor zaklatják az embereket. Azt mondják, hogy teljesen megváltozott a környék, ahol élnek, ugye elsősorban folyamatosan migránsokkal kell, hogy találkozzunk, már ez egy problémát jelent számukra. Nagyon sokan közülük, ugye főleg a nők és a gyerekek félnek. Németországban is súlyos a helyzet, ugyanis a baloldali kormány továbbra is ösztönzi a bevándorlást, számolt be az M1 berlini tudósítója. Noll Katalin úgy fogalmazott, idén az első negyedévben 80%-kal emelkedett az újonnan érkező migránsok száma, és az illegális bevándorlók az otthoni konfliktusaikat is magukkal hozták. Vagyis rendszeresek az összecsapások a különböző etnikumok között. Nemrég több nagyvárosban szír és libanoni klánok csaptak össze egymással, a harcok során rendőrök is megsérültek, de Duisburgnak például van olyan városrésze, Maxlo, amit libanoni klánok tartanak a hatalmukban. Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggel adását. Mostantól az M1 minden hétköznap reggel 8:30 után helyszíni élő kapcsolásokkal mutatja be az európai migrációs helyzetet. Tudósítóink a kontinens nagyvárosaiból jelentkeznek és elmondják, hova vezetett Brüsszel lassan 8 éve tartó, az illegális bevándorlást támogató és ösztönző politikája. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Finnország, Németország, valamint Szerbia. Most már kimondják Nyugat-Európa számos országában, hogy gyakorlatilag az integráció mint olyan megbukott. Európa nem tudja kezelni a 2015 óta beengedett illegális bevándorlókat, az integrációjuk kudarc. Erről a századvég biztonságpolitikai tanácsadója beszélt az M1-en. Horváth József szerint Brüsszel most azokra az országokra is rá akarja kényszeríteni a migránsokat, akik nemet mondtak az illegális bevándorlásra. A gazdasági kifárasztásra törekednek Brüsszelben, hiszen most egyelőre még 8000 emberről beszélnek, mondjuk akit Magyarországra kívánnak telepíteni, és utána ezek a számok egyre emelkednének nyilvánvaló módon, és a végcél az lenne, hogy elérjenek egy olyan számot, amit már Magyarország nem tud, vagy nem is hajlandó kifizetni. Több tízezres migránstábor, migránsgettó felépítésére akarnak bennünket kötelezni. A magyar kormány harcolni fog a migránsgettók létrehozása ellen, és nem áll szándékában végrehajtani a kvótáról szóló brüsszeli döntést, mondta Orbán Viktor pénteken a közmédia brüsszeli központjában. A miniszterelnök felháborítónak és puccsszerűnek nevezte, hogy Brüsszel felrúgta azt a korábbi megállapodást, ami szerint a migrációval kapcsolatban csak egyhangú döntést hoz az Unió. Arra akarnak bennünket kötelezni, hogy migráns gettókat építsünk Magyarországon, tehát megmondták, hogy Magyarországnak több tízezer férőhelyet kell biztosítania migránsok befogadására. Ebből egy gettó lesz, egy menekültábor, egy migráns gettó. A miniszterelnök kiemelte, Magyarország mintát mutatott a migráció kezelésében, amely európai léptékben is megvalósítható lenne. Orbán Viktor azt mondta, Európán kívül kell elbírálni a migránsok kérelmeit, és ott kell segíteni, ahol baj van, például Afrikában, hogy ne induljanak meg tömegek Európa felé. A közép-mediterrán útvonalon idén 158%-kal több migráns haladt végig, mint tavaly ilyenkor.
Az Európába tartó tömeges bevándorlás első állomása Lampedusa, ahová a földközi tengert átszelve hajókon és csónakokon érkeznek az illegális bevándorlók. A szigeten már alig győzik a folyamatosan érkező migránsok elszállásolását. A helyszínen forgat az M1 stábja, kapcsoljuk tudósítónkat, Tóth Diannát. Dianna, milyen állapotok uralkodnak a szigeten? Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves tévénézőket. Európa legdélebbi kapuja, ez a mindössze 10 kilométer hosszú kis sziget, itt Olaszország legdélebbi csücskében, és hát állandó nyomásnak van kitéve, ami az illegális bevándorlást illeti. Tunézia partjairól indulnak el azok a migránsokat szállító hajók és csónakok, akiknek 100 kilométeres távot kell megtenniük azért, hogy elérjék Lampedusa partjait, természetesen a tengeren utazva, és hát egyre több hajó és csónak köt ki itt a kikötőben, és az történik, hogy gyakran fel is torlódnak itt a migránsok, ugyanis itt a városban egy migráns tábor is működik, ami 400 fő befogadására alkalmas, ez a tábor már évek óta működésben van, azonban az történik, hogy amikor szép az idő és viszonylag nyugodt a tenger, akkor egyszerre többen indulnak el, azaz jóval többen indulnak el ezen a tengeri útvonalon, és feltorlódnak itt a migránsok. A múlt héten is ez történt, amikor csaknem 8-szorosára duzzadt az itt tartózkodó migránsok száma, 3200-nál is többen voltak itt. Ilyenkor igyekeznek enyhíteni valamennyire az itt uralkodó állapotokat, és két másik hely szállítják el az itt tartózkodó migránsokat, de még így is nagyon nehéz enyhíteni a folyamatos nyomáson, és most is kétszeres kapacitással működik itt a tábor, ahol túlnyomó részt tunéziaiak, egyiptomiak és guineaiak tartózkodnak. Tóth Diannának köszönjük szépen a tudósítást! Magyarország sok 10 és 100 milliárd forintot költött arra, hogy megvédje az Európai Unió külső határát, ehhez gyakorlatilag semmilyen támogatást nem kaptunk Brüsszelből. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter, miután szlovák kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Szlovákiát köszönet illeti azért, mert szlovák rendőrök és határőrök segítenek Magyarországnak a határvédelemben. Most is zajlanak tárgyalások arról, hogy a két belügyminisztérium között létrejön egy megállapodás közös járőrszolgálatokról. Mi erre készen állunk, reméljük, hogy ezt a megállapodást is minél előbb meg tudjuk kötni. Ezáltal az illegális migrációval és az embercsempészettel szemben is határozottan fel tudunk lépni. Madridba látogat ma az Európai Bizottság, a biztosi kollégium tagjai együttes ülésen vesznek részt a spanyol kormány tagjaival, abból az alkalomból, hogy szombattól Spanyolország az unió soros elnöke. Az országban azonban a hónap végén előrehozott parlamenti választásokat tartanak, és valószínűnek tűnik, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottságnak a nyári szünet után szeptemberben már egy másik spanyol kormánnyal kell együttműködnie. Kapcsolunk Brüsszelbe, a közmédia központban van Baracka Eszter. Eszter, egy esetleges kormányváltás milyen változásokat hozhat az elnökség munkájában és az uniós ügyek kezelésében? Jó napot kívánok! Papíron semmiféle változásra nem számítunk, különös tekintettel arra, hogy készen van az elnökségi munkaprogram, és a spanyol néppárt azt az ígéretet tette a kormányzó szocialistáknak, hogy elnökségi ügyekben együtt működik majd velük, de vannak bizonyos hangsúlyeltolódások, és ez aggodalmat vált ki Brüsszelben, különösen a bal oldalon. A legfrissebb felmérések szerint, hogyha ma rendeznék Spanyolországban a választásokat, akkor torony magasan nyerne a spanyol néppárt, egy jobboldali, jobbközéppártról van szó, és messze elmaradnának mögöttük a szocialisták. Volt arról szó, hogy esetleg nem zárják ki esetleg a nagy koalíciót, de a legtöbben azt valószínűsítik elemzők közül, hogy a néppárt a tőle jobbra álló Voxal lépre koalícióra, helyi és regionális szinten ugyanis már több helyen kormányoznak együtt. A Vox pedig számos kérdésben
nem ért egyet az európai fősodorral. Például a programjuk szerint a tagállamoknak vissza kellene szerezniük a szuverenitásukat Brüsszeltől, klímaügyekben elfogadhatatlannak tartják, hogy a gazdákat tegyék felelőssé a klímaváltozásért, álláspontjuk szerint kevesebb gender ideológiára lenne szükség, elutasítják például a női kvótát, jelentősebben támogatnák viszont a családokat. Kiutasítanák Európából az összes illegális bevándorlót és a menekült státuszt élvezők közül is azokat, akik bűncselekményt követnek el, emellett bezárnának minden fundamentalista mecsetet. Jogállamisági ügyekben pedig az álláspontjuk a magyar és a lengyel kormányéhoz áll legközelebb. Ez tehát a Vox álláspontja, ami komoly aggodalmakat vált ki Brüsszelben, de hogyha úgy hozná a sors, hogy a Vox mégsem lenne kormányzati tényező, akkor is a spanyol néppárt maga is gondoskodik arról, hogy ne legyen nyugalom, hiszen a néppárt álláspontja is eltér az európai fősodortól. Például klímaügyekben az Európai Parlamentben nem támogatták a természet helyreállításáról szóló egyébként kulcsfontosságú rendeletet, odahaza pedig már közölték, hogy meghosszabbítanák az atomerőművek üzemidejét, és ezzel lényegében 180 fokos fordulatot tettek a jelenleg kormányzó szocialisták álláspontjához képest. És hát mindez előrevetíti azt is, hogy ha a néppárt győz, ahogy ezt jelenleg látjuk, nagyon valószínű, akkor ezzel megtorpedózhatja az európai politikák egyik zászlóshajóját, a Green Deal-t, vagyis a zöld átállást is. És mindezt egy nagyon érzékeny helyzetben, amikor már egy év sincs hátra a választásig, tehát vége lesz a ciklusnak hamarosan, és nem júniusban, hanem már korábban, hiszen az Európai Parlament április végén feloszlatja önmagát, és eközben nagyon sok, összesen 177 jogalkotási dosszié még nyitva van, köztük olyan kulcsfontosságú rendeletek, mint a klímavédelmi jogszabályok, versenyképességet növelő rendeletek és a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló törvény is. Baracka Eszter, köszönjük szépen a tudósítást! Bóka János lesz az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. A tisztséget augusztus 1-től tölti majd be, a jelenleg még az Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként ugyanezen a területen dolgozó politikus, közölte Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Orbán Viktor kormányfő abban állapodott meg Tuzsan Bence leendő igazságügyi miniszterrel, hogy egy tiszta igazságügyi tárcát fog vezetni, ezért volt szükség új vezetőre az Európai Uniós ügyek kezelésében. Gulyás Gergely hozzátette, mivel 2024 második felében Magyarország tölti be az unió soros elnöki tisztét, Bóka János feladata lesz az erre való felkészülés is. Magyarország elkötelezett tagja a NATO szövetségi rendszerének, jelentette ki a honvédelmi miniszter a katonai és légügyi attasék éves katonadiplomáciai értekezletén. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, a nagyhatalmi versengések felborítják azt a megszokott világrendet, amihez az elmúlt évtizedekben többé-kevésbé alkalmazkodni tudtunk, ezekben az időkben pedig erős és ütőképes magyar hadseregre van szükség. A miniszter hozzátette, az orosz-ukrán háború, a Balkánon jelentkező újabb feszültségek és a migráció is rontják a biztonsági helyzetet, közvetve vagy közvetlenül pedig Magyarországot is érintik. Arra van szükségünk, és Magyarország ezen az úton halad, hogy ezekre a kihívásokra a saját, szuverén útunkat találjuk meg. Elképesztő a nyomás, hogy erről az útról letérjünk, hogy másokat kövessünk, hogy idegen érdekek szerint járjunk el, de Magyarország, ahogy eddig sem, most sem ezt az utat járja, hanem a saját utunkat járjuk. És azt gondolom, hogy ahogy eddig is, az idő és a realitások igazolni is fogják ezt az utat. A hazai kis- és középvállalkozások súlya jelentős a magyar gazdaságban. Ők adják a magyar gazdaság gerincét, alapjait és több millió család megélhetését biztosítják. Ezt mondta a gazdaságfejlesztési miniszter az Európai Vállalkozás Fejlesztési Díjak átadásán. Nagy Márton hangsúlyozta, Magyarország versenyképessége is csak úgy javulhat érdemben, ha a vállalkozások versenyképesebbé válnak.
A kormányzati intézkedések és támogatások elengedhetetlen fontosak ahhoz, hogy megvédjük a munkahelyeket, a családokat is. Egyben hozzájárulunk, hogy továbbra is rekordmagas 4,7 millió felett legyen a munkába állók száma, miközben a rekord alacsony maradjon a regisztrált álláskeresők száma. Azt is mondhatnám, teljes foglalkoztatottság van Magyarországon, és ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani. Az Európai Vállalkozásfejlesztési Díj azon kezdeményezéseket ösztönzi és ismeri el, akik ebben jelentős mértékben segítik a magyar vállalkozásokat, a magyar gazdaságot. Emlékérmet bocsát ki a jegybank a Magyar Nemzeti Levéltár idei 2. jubileumához kapcsolódóan. A levéltár főigazgatója elmondta, 100 évvel ezelőtt költözött a budai várba a levéltár, amelyet 300 éve alapítottak. Szabó Csaba hozzátette, a levéltár minden magyar számára fontos kulturális intézmény. 300 évvel ezelőtt, 1723-ban, amikor a pragmatika szankciót is kibocsátották a Habsburgok nőági örökösödési jogáról, abban az évben egy számukra fontos törvényt is elfogadta az országgyűlés, mégpedig azt, hogy a nemzetnek kell, hogy legyen levéltára. Az Archivum Regni megalapításáról szólt, ez Európában egyébként az élmezőnybe tartozott. Hová tűnt a pénz? Ezt kérdezte baloldali szövetségeseitől a Jobbik konzervatívok elnöke az M1 stúdiójában. Gyöngyösi Márton a pénzmosás gyanús botrány kapcsán azt mondta, ő semmit sem tudott a guruló dollárokról. Szerinte az MSZP-nek, Korányi Dávidnak és Karácsony Gergelynek is választ kellene adni a bizonyos kérdésekre. Semmilyen megállapítást nem tesz azzal kapcsolatosan, hogy ez a finanszírozás törvénytelen lenne. Karácsony Gergely főpolgármester szerint nincs abban semmi aggályos, hogy a hozzáköthető 99 mozgalom számlájára különböző valutákban, forintban, angol fontban és euróban érkezett rövid idő alatt 500 000 000 forint. Ezeket ráadásul egy párbeszédes politikus, Perjés Gábor fizette be az NGO számlájára készpénzben összesen 19 tételben. Zavarba ejtően gátlástalan a főpolgármester úr, és annyira nagy bajban van. Karácsony Gergely magyarázkodása már súrolja a nevetségesség határát, ezt a Fidesz frakció vezetője mondta a hétvégén a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté szerint a főpolgármester Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa, akit most már pénzmosási ügyekre is használnak. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. A balliberális pártok vezetői hónapok óta tagadják, hogy tudtak volna az úgynevezett guruló dollárokról és más kampányforrásokról. Az állami számvevőszék közben arról tájékoztatta az érintett politikai szervezeteket, hogy az eddigi vizsgálatuk alapján 1,6 milliárd forint tiltott támogatásban részesültek a kampányban, ami akár 3,2 milliárd forintos büntetéssel is járhat. Bár a Jobbik konzervatívok is részese volt az ellenzéki összefogásnak, elnökük Gyöngyösi Márton a múlt héten nyílt levelet küldött Bajnai Gordonnak, hogy megtudja, a 2022-es választási kampányban a Márki-Zay Péterékhez érkezett külföldi támogatás hová lett, mivel a titkosszolgálati vizsgálatok alapján a volt miniszterelnök cégének is jutott a tiltott pénzekből. Hol van a pénz? Gyöngyösi Márton az M1 stúdiójában még hétfőn reggel is azt állította, ő semmit nem tudott a guruló dollárokról. A Jobbik konzervatívok elnöke felháborodottan azt firtatta, hová tűntek a Korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy által küldött dollármilliók, a Karácsony Gergely féle gyűjtőládákba összeszedett angol fontok és eurók, illetve a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető datadat, mire költötte a titkosszolgálatok által feltárt forrásokat. Álljon ki a MSZP-nek az elnöke, mondja meg, hogy az Orákulum Kft-ben vagy azon keresztül zajló pénzmozgásról volt-e tudomása. Korányi Dávid mondja el, hogy mi célből gyűjtötte ezeket a pénzeket. Karácsony Gergely mondja meg, hogy mi történt aközött, hogy ő lenyilatkozta azt, hogy elüti a villamos, maximum akkor lép vissza, és a visszalépések között, ami ugye néhány nap. És számoljanak be arról, hogy Bajnai Gordon, akit ugye nyílt levélben meg is szólítottam, mondja már el, hogy ennek a pénznek mi volt az útja, mi volt a célja. A pártelnök azonban hiába bírálta szövetségeseit. Bajnai Gordon vasárnap azt írta közösségi oldalán, mivel a sejtések ellenére a jelentésben bemutatott ügyletekben nem vett részt, azokról érdemi és közvetlen információi sincsenek, a bemutatott szervezeteket sem ismeri belülről. Korruptak, pénzezgetnek. Gyöngyösi Márton szerint a balliberális pártok, ha nem tudnak a feltett kérdésekre magyarázatot adni, akkor ne is reménykedjenek abban, hogy leválthatják a kormányzó pártokat, mert akkor szerinte ők maguk is korruptak,
hülyének nézik az embereket, és milliárdokkal vezetik félre a választópolgárokat. Az izraeli hadsereg légicsapást mért a Jenini menekültáborra az éjszaka, ezt követően pedig izraeli katonák hatoltak be a cisziordániai városban. Az akcióban legkevesebb 8 palesztin meghalt, és több mint 20-an megsebesültek. Az izraeli hadsereg állítja, a Jenini Zászlóalj nevű palesztin terrorszervezet helyi bázisát támadta. A lebombázott épületben állítólag fegyvereket tároltak. Sűrű fekete füst gomolygott hétfő hajnalban a cisziordániai Jenin városa felett. A helyi palesztin menekülttáborból már napfelkelt előtt összecsapásokat jelentettek, és több izraeli légitámadás is érte a települést. Több tucat sérültet kellett kórházba szállítani. Ami a menekülttáborban folyik, az valódi háború, légicsapások érték a tábort. Minden alkalommal, amikor 5-7 mentőautóval megyünk a helyszínre, minden járművünk tele van sérültekkel, mondta egy palesztin mentős. Az izraeli védelmi erők közleménye szerint kiterjedt terrorellenes akciót indítottak Jenin város és a Jenini tábor területén. Arról számoltak be, hogy csapást mértek a Jenini Zászlóalj nevű palesztin fegyveres csoport központjára, amely a terroristák közötti kommunikációért, megfigyelésért és felderítésért is felelt. Izrael szerint a légicsapás helyén fegyvereket és robbanószereket is tároltak a dzsihadisták, emellett az épületben körözött személyek bújtak meg. Fontos tisztázni, hogy nem a palesztinok ellen harcolunk, hanem Irán terrorista ágai ellen a térségben, a palesztin iszlám dzsihád és a Hamas ellen, amelyeket Irán finanszíroz azzal a céllal, hogy a regionális stabilitást aláássák. Az Iránból érkező pénzek a terror központjává teszik a Jenini menekülttábort, és a lakosság elleni támadásokat segítik elő, nyilatkozta az akció kapcsán Izrael külügyminisztere. Az izraeli hadsereg egy hónapon belül a második ilyen akciót hajtotta végre a menekülttáborban. A Jenini Zászlóalj valójában nem egy önálló szervezet, tagjai a Fatah, a Hamas és az iszlám dzsihád nevű szélsőséges csoportokból kerültek ki, hogy visszafogják az egymás közötti rivalizálást. A Jenini menekülttábort 70 éve hozták létre azoknak a palesztinoknak az elhelyezésére, akik az 1948-as palesztin háború alatt és azt követően elmenekültek otthonaikból, vagy kiutasították őket. Özönvízszerű eső zúdult a hétvégén az észak-amerikai Chicagóra és elővárosaira. Az ezután kialakult villámáradások pedig több utat is járhatatlanná tettek, a tömegközlekedés teljesen megbénult. Eközben az Egyesült Államok déli államaiban extrém hőhullám tombol, a hőségriasztás mintegy 70 millió embert érint. Száguldott a legendás autóverseny a NASCAR mezőnye Chicago belvárosában a szombati versenynapon. Amerika kedvenc autóversenysorozatában ez volt az első alkalom, hogy városi környezetben rendeztek futamot. Ám néhány órával később özönvízszerű eső öntött el az észak-amerikai metropoliszt és környékét, számos utca járhatatlanná vált, és a városban kialakított versenypálya több pontján az autók motorháztetejéig ért a víz. A tömegközlekedés teljesen megbénult, leálltak az elővárosi vonatok és a buszok is. A rendkívüli körülmények miatt végül a szervezők úgy döntöttek, hogy törlik a NASCAR vasárnapi futamát. Miközben északon a hatalmas mennyiségű csapadék okoz helyenként problémát, addig a déli államokban egyre elviselhetetlenebb a hőség. Arizonától Texason át Floridáig mintegy 70 millió ember életét nehezíti meg a hetek óta tartó hőhullám. Texas legnagyobb városában, Houstonban 39 fokos hőség tombol, korábban ez csak a nyár későbbi szakaszában volt jellemző. Klímakutatók szerint az egyre gyakoribbá váló hőhullámok kialakulásában az emberi tevékenység is szerepet játszik. Az ember okozta hőhullámok egyre gyakoribbak, nagyobb kiterjedésűek és tovább tartanak. Ez azért nagy jelentőségű, mert az extrém időjárási jelenségek közül a hőség a legveszélyesebb. Kétszer annyi ember halálát okozza, mint a tornádók, és négyszer annyit, mint a rendkívüli hideg, mondta egy klímaszakértő. Szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy különösen az éjszakai hőmérséklet tendenciózus emelkedése aggasztó, mert a forró éjszakákon az emberi szervezet nem tud regenerálódni. További veszélyt jelent, hogy a klímaberendezések folyamatos használata miatt Texasban rekordszintet ért el az áramfogyasztás. Szakértők figyelmeztetnek, egy esetleges áramkimaradás tömeges haláleseteket okozhat, és ennek a kockázata magas, mivel a déli állam elektromos hálózata igen sérülékeny, és nem alkalmas nagy mennyiségű áram átvételére a szomszédos államokból.
Az előrejelzések szerint az Egyesült Államok középső és déli részein a július 4-i nemzeti ünnep után enyhülés jöhet, ám az több helyen heves viharokkal és jégesővel érkezhet. Az emberiség előrelátható és így tervezhető, alakítható jövőjének lehetőségéről beszélgetett Áder János Rab Árpád jövőkutatóval a Kék Bolygó Podcast legújabb adásában. A volt köztársasági elnök technológiai önhittségnek nevezte azt a magatartást, hogy mindenkor arra számít, hogy majd meg lesz az a technológia is, amely orvosolja az előzőek okozta károkat. A beszélgetés már elérhető az interneten, és a legnépszerűbb videó megosztó portálon is megtekinthető. Álmodni kell a jövőt, nem válhatunk termékké. Ezt a címet kapta Áder János legújabb podcastja, amelyben a volt köztársasági elnök beszélgető partnere Rab Árpád jövőkutató. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalomkutató Intézetének tudományos főmunkatársa azt mondta, nem egy fix jövőről mondják meg, hogy előre milyen lesz, hanem megvizsgálják, hogy a jelenben hozott különböző döntéseknek, forgatókönyveknek milyen következményei lehetnek majd. Majd visszajönnek a jelenbe, és megpróbálják úgy alakítani, hogy a jövőben a jó forgatókönyvek érvényesüljenek. Magyarországon 10 éven belül megnövekszik az átlaghőmérséklet nyáron, viszont a magyar társadalom 25%-a 65 év feletti, akkor már most el kell kezdeni fejleszteni olyan technológiákat, amik az élhető idős létet segítik. Áder János kiemelte, nagy szükség van az ilyen előrejelzésekre és elemzésekre. Globálisan ugyanis egyre nagyobb a pazarlás. A föld erőforrásai végesek, ugyanakkor mégis pazarlóan élünk. Az erőforrásokat elpazaroljuk, legyen szó földről, levegőről, vízről, ásványanyagokról. Úgy gazdálkodunk velük, mintha korlátlanul rendelkezésünkre állnának. A volt köztársasági elnök Gábor Dénes Nobel-díjas feltaláló szavait idézve a szemléletváltásra hívta fel a figyelmet. Az ember eddig a természettel küzdött. Mostantól a saját természetével kell megküzdenie. Így van. És ez több mint 60 évvel ezelőtt mondta Gábor Dénes, tehát a probléma már akkor is érzékelhető volt, és azóta szerintem a helyzet csak rosszabb lett. Tehát ezt szokták divatos szóval mondani, hogy szemléletváltásra van szükség. A legújabb Kék Bolygó podcast már elérhető az interneten, és a legnépszerűbb videó megosztó portálon is megtekinthető. Ismét meghirdeti tehetséggondozó programját a közmédia. A Fiatalok Mentor támogatásával a gyakorlatban ismerhetik meg a hírterület és a magazin műsorok szerkesztő riporteli feladatait, de tapasztalatot szerezhetnek a tartalomgyártás műszaki oldalán is. Magyarország legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkező médiavállalata egyénre szabott beszédtechnikai képzést is nyújt a programban. Apró Georgina, a Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány ügyvezető igazgatója az M1-en azt mondta, a képzés ingyenes 3, illetve 6 hónapig tart. Hozzátette, a program célja az utánpótlás nevelés. Ez a legnagyobb elismerés, amikor az ember bemegy egy stúdióba, és ott olyan emberekkel találkozik, akik valaha növendékeink voltak, és az első beszélgetést végül is az akadémia kezdeményezte ezekkel az emberekkel, és ma már teljes értékű munkatársként itt vannak az MTVA épületében. Ez volt a Híradó délben, a műsort újra megnézhetik weboldalunkon, a híradó.hu-n. Most pedig jön a Nemzeti Sporthíradó Pál Pál Előddel. Tartsanak velünk!